Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, újra itt a Génius, köszöntök minden játékos kedvű nézőt, aki velünk tart, részben azért, hogy szurkoljon a stúdióban játszó játékosoknak, részben azért, hogy otthon megmérje a saját tudását is, és hát majd szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Lang Péter. Jó estét kívánok, köszönöm. Péter, aki máron kettő párbajon van túl, ugye elbúcsúztatta azt a Karácsony Attilát, aki már a hetedik párbajában volt, és nagyszerűen menetelt, egy kiváló játék volt. Most küzdelemben. Igen, nagyon kemény volt, és aztán sikerült egy újabb párbajt nyerni, úgyhogy a garantált nyereménye Péternek már egészen biztosan 1 millió forint. Ez az, ami tovább növekedhet természetesen. Akár odáig, hogy Péter elviszi a 10 millió forintot, és géniusszá válik. Hát ehhez legyen így, reméljük. Legyen így, de hát ehhez másoknak is lesz hozzászólni valója. Péter szokott játszani online is, ugye? És van olyan online játék, amiben a világranglista első helyezettje? Ez így van, én nagy társasjáték kedvelő vagyok, és ugye a Covid időszak alatt ennek szintén robbanásszerűen elterjedt, hogy ezeket online is lehet játszani, tehát amit ugye korábban az asztalon egymás társaságába ülve, a Covid idő alatt áttettem én is a székhelyemet az online játékok birodalmába. De ez társas játék, vagy tudás alapú játék? Ezek inkább társas játékok, tehát van, amikor egy kis kvízjáték, van, amikor egy kis társas, úgy azért az embernek nem többféle programja is legyen az életben, és ez egy ilyen absztrakt logikai játék, ahol ilyen Tetris lapocskákkal kell lefedegetni egy nagy táblát, és az nyer, akinek a végén több mezője marad. Ennyire egyszerű. Igazából ez egy teljesen nemzetközi játék, tehát én tajvani, francia, amerikai, olasz játékosok ellen játszom, és így egy nagyobb kört el tudunk érni ezzel az online játékkal. És ebben Péter most a világranglista első jelenleg így. Nagy könnyebbség az ellenfél számára, hogy nálunk egyáltalán nem kell semmilyen Tetris lapocskákat rakosgatni, egész egyszerűen csak kérdésekre kell válaszolni, de azokra jól. Ismerjük meg Lang Péter harmadik ellenfelét, érkezik Nagy Vilmos. Nagy Vilmos, 27 éves, Debrecenben nőtt fel, jelenleg Majorkán él. A Kordobai Egyetemen végzett, spanyol nyelvkutató, nyelvész, Wikipédia függő. Minden reggelit a Tudtad-e rovat tanulmányozásával kezdi, a frissítéseket nézi spanyolul és magyarul. Vilmos Spanyolországból érkezett és nem szeretne üres kézzel visszamenni. Vajon sikerül-e majd neki? Köszönöm. Most ez éppen Majorkáról érkezett haza játszani. Így van. Vendégségbe. Vendégségbe, családlátogatóba, barátokhoz. Igen. És játszani. Mert hogy került Vilmos Majorkára? Hát én már Spanyolországban kezdtem az egyetemet, mert kialakult egy ilyen szerelem a spanyol nyelvhez kötődően, és Spanyolországban, más városban, Kordobában jártam egyetemre, és aztán Majorkán találtam állást, úgyhogy... És ez milyen állás? Ez egy nyelve kapcsolatos állás? Igen, ez egy ilyen nyelvészeti kutatói állás, a Majorkai Egyetemen kutattok középkori spanyol nyelvet. Ámulatba ejtő. De ha jól tudom, akkor inkább azért hosszú távon tanítani szeretne. Igen, én inkább a fiatalsággal, inkább középiskolában képzelem el a jövőmet. Most van egy 4 éves szakasz, amikor kutatni kell, de szerintem a tanári pálya az egy dinamikusabb, nekem jobban való dolog. De Spanyolország azért is jó, mert nagyon kedveli az 500 évesnél régebbi templomokat, és talán ott azért egy kicsit több van. Nagyon sok van, igen, én szeretem a középkori templomokat. Nem olyan nem szép, minél régebbi, annál jobb. Tehát sokkal jobban szeretek egy régebbi, de csúnya templomot, mint egy szépet, de újat. Igen. Igen. Hát annak van egy történelmi jelentősége. Így van. Jól van. Hát nem tudom ígérni, hogy fogunk-e 500 évesnél régebbi spanyol templomokat kérdezni, de hát ennyi kérdésből és ennyi témából bármi kisülhet majd. Jó? Szóval. Vilmos készen áll? Úgy gondolom, igen. Péter is készen áll? Fogjuk rá. Muszáj ráfogni, így van. De mielőtt elkezdünk játszani, ugye az első játszma témaköreit meghatározunk, ugye a szokásos 10 témakörünk van, és ebből 3-at választunk ki. Ez a tudomány és technika, a történelem és közélet, illetőleg a jó öreg bulvár, és kezdünk azzal, hogy történelem és közélet. Mindenekután a Péter van játékban, ezért a szabályunk értelmében Péter fogja kezdeni az első játszmát. Elkészültek az urak? Akkor következik Lang Péter harmadik párbaja. Péter, melyik német születésű pápát nevezték Isten Rottweilerének? 16. Benedek. Igen, mi volt ez a... Hát úgy. Hirtelen a német pápák közül. Igen, próbáltam visszamenni nagyon régre, de nem ugrott volna be jobb tippus. Igen, a 16. Benedek kiváló válasz. 1-0, következő kérdés.
Melyik szakmát gyakorolta első magyar nőként Hugonnai Vilma? Tudom, hogy volt az első magyar orvos, orvosnő. Így van, helyes, így van. Hát megkapta a diplomáját Svájcban, és, de itthon nem tudta, nem engedték, hogy használja. Aztán később azt a gátat is sikerült áttörni. 2-0, következő kérdés. A Biblia szerint hány éven keresztül vándorolt Mózes népe a pusztában, mielőtt elért Kánaánba? 40. 40, egészen pontosan, ugye? De hát Mózes már nem lépett. Már nem érte meg. 3-0, következő kérdés. Melyik szigeten küzdöttek évtizedeken át független államuk létrehozásáért a tamil tigrisek? Sri Lankán. Névén Ceylon lehet, hogy ez még úgy voltak az időszakukban, de talán még a mai nap is megvannak, nem tudom. Hát megvan, megvan, csak most már hál' Istennek béke van. Igen, és polgárháború. 4-0, újabb kérdés. Milyen katasztrófa elkerülhetetlen bekövetkeztében hisznek az apokaliptika hívei? A világ végében hisznek. Igen, igen. Többször is volt már világvége, csak igen, aztán megírták az újságok, igen, a Gellért-hegy is többször becsúszott már a Dunába, de aztán mindig elmaradt. Igen. Valami érdeklődés hiányában elmaradt. Nekünk szerintem, amíg ez így van. Igen. Hát például nem tudnánk játszani. Így van. Na, 5-0, következő kérdés. Melyik művészeti ág képviselői alkották a 20. század elején tevékenykedő magyar vadak csoportját? Festők voltak. Festők voltak, helyes. Czóbel Béla, Berény Róbert, Márfi Ödön, Iványi Grünbach, Béla és Kernstok, Károly is többek. 6-0, következő kérdés. Melyik ország politikai életének kiemelt eseménye a Super Ked? Ez az Amerikai Egyesült Államokban egy fontos nap az elnökválasztási periódusban. Igen, a Super Ked, akkor nagyon sok államban akkor van ez a bizonyos előválasztás. Helyes. 7-0, következő kérdés. Hogy nevezik az ókori rómaiak vad mulatozással, orgiával kísért ünnepségeit? Szaturnália? Nem egészen, Vilmos. Téna? Nem, ez egyszerűen csak a Bacchanália elnevezési, Bacchus Isten után, igen, ugye, igen. Bacchanáliának nevezik. És még mindig Péter következik. Melyik építészünk nevéhez fűződik a bankcenter, a rendőrpalota és a Schönherz kollégium épülete? Passz. Pinta József? Az egy jó válasz, így van, Finta József, 2024. januárjában hunyt el, kiváló építész volt. Finta József, Vilmosnak sikerült 7-0-nál végül is megállítani a Pétert, de Péter választ témakört az ellenfélnek. Tudomány és technikát szeretném. Meg a tudomány és technikát. Vilmos, milyen űreszközt neveztek el 1990-ben Edwin Hubble csillagászról? Egy távcsövet. Távcsövet, méghozzá egy űrtávcsövet, ugye ez a Hubble űrtávcső. 7-1, következő kérdés. Milyen részecskék szétválogatására szolgál a Golgi készülék? Protonok. Nem jó válasz. Fehérjék. Fehérjék az jobb, igen. Péter visszarabolt, viszont most már Vilmos kedveskedhet egy témakörrel. Próbáljunk meg egy bulvárt. Bulvár. Péter bólogat, jelentsen ez bármit is. Jöjjön egy bulvár kérdés. Milyen rokoni kapcsolat van Závada Pál író és Závada Péter költő zenész között? Édesapa és fia. Helyes a válasz, így van, apa-fia kapcsolat. 8-1, következő kérdés. Melyik X-faktor győztes volt korábban a Lottó Sorsolási Bizottság elnöke a Magyar Televízióban? Passz. Vilmos. Kocsis Tibor. Igen. Most maga is meglepődött a Kocsis. Igen, kellett érte egy X-faktor győztes, és akkor legyen a Kocsis. Bejött, abszolút, így van. Ő 2007 és 2011 között volt a Szerencsejáték ZRT munkatársa, és szombat esténként ő felügyelte a sorsolást. Aztán ezt abba hagyta. Vilmos rabolt, mi legyen a témakör, Péter? Azt hiszem, maradok a tudományos technikánál, az előbb bejött. Tudományos technika, Vilmos. Melyik országban született Enrico Fermi, Nobel-díjas fizikus? Olaszország. Olaszországban. Igen, ez lehetett volna becsapós, hogy olasz az ember, de nem Olaszországban született, de Rómában született 1901-ben. Helyes, 8-2. Következő kérdés. Milyen állapotot nevez az orvostudomány hiperglikémiának? Van ott túl cukorbetegség? Ez kevés. Péter?
Túlságosan magas az ember cukor, én is azt mondtam volna, úgyhogy... Hát igen, de ez jó, de Vilmos cukorbetegséget igen, mondott, de itt a hiperglikémiánál az a túlságosan magas vércukorszintről van szó, a cukorbetegség nem volt elég precíz erre a dologra, magas vércukorszint, ugye a nevében is benne az a hiperglikémia, tehát e tekintetben Péter válaszát tudom elfogadni. 8-2-nél Vilmos határozza meg a témakört. Legyen egy bulvár. Bulvár. Péter. Ki volt Bodrogi Gyula első felesége? Bojtági. Nem jó válasz. Törőcsik Mari. Az viszont egy jó válasz. Törőcsik Mari volt az első felesége. 9 évig voltak házasok 1956-tól kezdődően. Bojtági később volt igen. A felesége, nem ő volt az első. Vilmos visszara volt. Itt a végére nagyon izgalmassá vált a játék ide-oda. Mi legyen a témakör, Péter? Tudomány és technika. Tudomány és technika. Vilmos, hogyan nevezik az injekció formájában beadandó gyógyszert légmentesen tároló leforrasztott üvegcsét? Ampulla. Mennyivel könnyebb dolga van a játékosnak? Te hosszan szavalom ezt a definíciót. Ampulla. Köszönöm. Ja, helyes a válasz, így van. 8-3. Következő kérdés. Melyik évben járt először ember a világűrben? 1961-ben. Helyes, így van. Bizonyos Yuri Gagarin. Kiváló. 8-4. Következő kérdés. Melyik mai ismeretterjesztő hetilap első száma jelent meg 1946-ban Szentgyörgyi Albert előszavával? Élet és tudomány. De kiváló. Tehát a Vilmos meghúzza a vállalat. Élet és tudomány. Jó. Töröcsik, Mani. Jó. 8-5. Közeledik Vilmos. Újabb kérdés. Melyik Budapest környéki település lakója volt egykor Nikola Tesla? Ráckeve? Nem jó a válasz, Péter? Érd? Nem jó, ez sem. Pomáz, volt a Pomázon rokonai, és járt itt többször is egyébként. Volt, amikor 20 napot is itt töltött, tehát egy húzamosabb ideig is itt volt. Nem sikerült Péternek rabolni, úgyhogy továbbra is Vilmos gyűjthet pontokat. A következő kérdés így szól. Mire változtatta a cégbirodalma nevét 2021-ben Mark Zuckerberg, a Facebook atya? Meta. Metára változtatta, helyes. 8-6, már csak 2 pont a különbség. Újabb kérdés. Melyik angol szász mértékegységnek felel meg 30,48 század centiméter? Láb. Helyes a válasz, így van, ez egy láb. 8-7, Vilmos. Hány szögletű az imbusz kulcsként közismert szerszám feje? 8. Nem jó a válasz, Péter. 6 szögletű. 6 szögletű. 8-7-nél Péter megállította a menetelést. Vilmos, mi legyen a témakör? Eddig szerencsét hozott a bulvár. Akkor, hát ezt itt igen. Péter ismeri ezt az érzést, amikor tudja, hogy személyiség azt a témakört választani, de muszáj. Nem tudom, miről beszél Gundel úr, igen. Iringo tudna mesélni a sportról. Jól van. Péter. Melyik állatról kapta becenevét Molnár György, az Omega együttes gitárosa? Elefánt. Elefánt, igen. Tudja, hogy miért lett ő elefánt? Nem szeretnék tippelni, mert egyszer, nagyon mondok, benne volt amit... valami gitár szólóban állítok, és fölborította egy valami nagyon drága mikrofont, és akkor mondták, hogy olyan, mint az elefánt a porcelánboltban, és akkor tényleg. A szerencsére elefánt lett a beceneve, és nem porcelánbolt. 9-7 játszma labdája van az első játszmában Péternek. Következő kérdés. Melyik fiatalon elhunyt zenész és énekes felesége volt Courtney Love? Kurt Cobainnek volt a felesége. Kurt Cobainnak, nagyszerű a válasz! Péterre 10-7 arányban lehúzta a játszmát és 1-0-ra vezet. 7-0-ig nagyon simán mentek a dolgok, de utána egy komoly csörte alakult ki, és sikerült fölzárkózni a Vilmosnak, de végül is a korábban megszerzett előnyt aztán sikerült játszma győzelemre váltani. Hát most egy darabig nem lesz tudomány és technika, és nem lesz bulvár, sem egyéb témakörökkel kedveskedhetnek egymásnak a felek. Vilmos, milyen volt a játék? Így nagyon jó volt. Nagyon jól értem magam. Na, hát ez a lényeg egyébként persze, hiszen az érzések azok megmaradnak. Jól van. Na, a folytatásban majd Vilmos fogja kezdeni a játszmát, a következő játszmát, hiszen Vilmos van hátrányban, de előtte megnézzük, hogy mik lesznek az újabb témakörök. Íme a kínálat, és ezek közül a zene, nyelv és irodalom, valamint a földrajz témaköröket fogjuk megtárgyalni, és ezek közül a témakör, amivel kezdünk, az a földrajz. Vilmos fog tehát kezdeni. Következzék a második játszma. Vilmos,
Melyik város volt Tokió előtt több mint 1000 éven át Japán fővárosa? Nagasaki. Nem jó a válasz, Péter. Kyoto volt a főváros. Kyoto volt a főváros. Péter már is rabolt, innentől kezdve viszont a témakört Vilmos határozza meg számára. Maradjunk földrajznál. Maradunk a földrajznál. Péter. Melyik európai félszigeten húzódik a Dinári hegység? Ez a Balkán félszigetnek az egyik hegysége. Így van, Balkán félsziget, ugye félszigetet kérdeztünk, tehát Balkán félsziget. 1-0. Következő kérdés. Melyik amerikai város utcája a bárjairól, koncertjeiről, felvonulásairól nevezetes a Bourbon Street? New Orleansra tippelnék. Az egy jó tipp, így van, New Orleansban van, ugye hát a jazz ős hazája, helyes. 2-0. Következő kérdés. Melyik francia nagyváros repülőtere viseli Charles de Gaulle nevét? Szerintem ez Párizs egyik reptere a sokból. Így van, a pár több reptér is van, de talán a Charles de Gaulle a legismertebb. 3-0. Következő kérdés. Melyik dunántúli vármegye székhelyünk büszkesége a Gébárti tó? Zalaegerszeg. Kiváló, így van, úgy tartják a helyiek, hogy ezt a Titóról nevezték el ezt a helyet, a Gébár-Titó elnevezésű hely. Így van, egy mesterséges tó Zalaegerszeg közelében kedvelt ilyen strandoló hely. 4-0. Következő kérdés. Melyik égitestet nevezi a néphagyomány pásztor csillagnak? Merkurt. Nem jó, Vilmos? A Vénuszt? A Vénusz sokkal inkább, ugye? Hát a Merkurt, a pásztor, mit tudta, hát hogy az a... Az esthajnal csillag miatt túl gondoltam, hát, úgyhogy... Hát igen, igen, ugye a Vénusz az jól látható, nagyon fényes, az sokkal hamarabb meg lehet találni, mint a Merkurt, amit nem is mindig lehet látni egyébként az éjszakai égen. Vilmos a 4-0-nál megállította a menetelést, Péter választott témakört. Nyelv és irodalmat szeretnék. Nyelv és irodalom? Nyelvészből van. Ez így van, így de majd van. Meglátjuk, hogy irodalomból is van-e. Ja, igen. Igen. Péter igyekszik a nyelvész bajszát megráncigálni. Témakör ezt, válasz. Ezt azért nem mondtam, de... Vilmos hátrébb is húzódott egy picit. Na, félretéve a tréfát. Vilmos, milyen állat Csukás István mesehőse orizatrézinyák? Vidra. Nem jó a válasz, Péter? Macska szerintem. Macska. Na erről beszélt Péter aztán. Macska. Mirmur barátja, ugye, orizatrésznyák. Vilmos választ témakört. Legyen földrajz. Földrajz. Péter, melyik lignit bányászatáról is ismert észak-magyarországi településen működik a mátrai erőmű? Verpelét. Nem jó a válasz? Visonta. Visonta, persze, Visonta. Így van. Vilmos már is visszarabolt, témakör. Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. Vilmos. Melyik kortárs orosz írónő könyvei a Szonyecska és a Daniel Stein a Tolmács című regények? Passz. Péter? Ulickaja. Ulickaja, így a Ljudmila Ulicka. Ezt meghagyom önnek, csak nyugodtan. Most már értem, hogy miért csak az Ulickáját mondta Péter. Igen. Ljudmila Ulickájának hívják a hölgyet. Igen. Húja forduló, Vilmos? Földrajz. Földrajz. Péter. Melyik óceánban fekszik Zanzibár szigetcsoportja? Az Indiai óceánban van, mert Afrikától keletre van talán. Hát igen. Talán. Hát nem talán, ugye Zanzibár az Tanzániához, igen, tartozik. Igen. Fölrajzoltam magamnak, igen, mint az látszik. Igen, és Tanzánia a keleti oldalán, ott az Zanzibar, Indiai óceán. Nagyszerű. 5-0. Hosszú idő után született pont. Péter, következő kérdés. Milyen néven találjuk ma Afrika térképén az egykori Dahomey-t? Benin néven. Benin néven. Kiváló. 6-0. Újabb kérdés. Melyik észak-magyarországi település várában tekinthetjük meg a legendás Szubróza termet? Füzér. Nem jó. Sárospatak. Sárospatak, helyes, így van, ugye, ahol a titkos megbeszélések voltak a rózsa alatt, ugye, bár ez egy jelképes dolog, hiszen a termet egy rózsa motivum díszítette. 6-0-nál Vilmos jön, témakör. Azt hiszem, a nyelv és irodalom marad, mert eddig nem eddig bejött. Vilmos, mire ül fel, aki egy ringlispérre vált jegyet? Egy körhintára. Körhintára, így van. 6-1. Következő kérdés. Melyik állat nyelvújításkori javasolt neve volt a foltos nyakorján? Zsiráf.
Zsiráf, helyes. Én nem tudom, ki gondolta, hogy majd a gyerekeknek megtanítják, hogy foltos nyakorját látsz a képen, kis béluska. 6-2. Következő kérdés. Milyen eszközzel vett véget életének Júlia, Shakespeare Rómeó és Júlia című drámájában? Tör. Helyes a válasz, így van. Klasszikus, hogy melyikük volt a méreg és melyikük volt a tör, igen, de ugye Júlia volt a tör. 6-3. Következő kérdés. Melyik testrészének örül a majom a szólás szerint? A farkának. A farka, igen, hát az boldogság, igen. Főleg, ha megvan. 6-4. Következő kérdés. Milyen állat az apja fehér agyarnak, Jack London regényhősének? Vaddisznó? Nem. Péter? Farkas az apja. Farkas az apja kutya, és kutya az anyja. Igen. Ilyen kutyulék, farkas az apja és kutya az anyja, ugye az indiánok kutyával, fehér agyar. 6-4-nél visszarabolt Péter, témakör. Én a földrajzot pártolom. Földrajzot pártolja. Jó, most földrajz kérdés következik. Melyik hüllő nevét viseli egy adóparadicsomként számon tartott karibi szigetcsoport? Ez a Kajmán-szigetek. Kajmán-szigetek, helyes, így van. 7-4. Következő kérdés. Melyik történelmi városunk területén fekszik a népszerű Palatinus tófürdő? Budapest? Nem. Vilmos? Óbuda? Nem. Esztergomban van a Palatinus. Ez egy tó. Tófürdő, ugye? Nem a Palatinus strand Budapesten, hanem ez a Palatinus tófürdő. Dorog közelében van, de közigazgatásilag Esztergomhoz tartozik egyébként. A vendégek nevezték-e Palatinusnak, mert olyan a tiszta víz, mint a budapesti Palatinus strand, innen a név. Marad a 7-4. Következő kérdés. Mi az amerikai Utah állam fővárosa? Salt Lake City. Helyes a válasz, így van. 8-4, 2 pont kell a játszma megnyeréséhez Péternek. Következő kérdés. Japán melyik szigetén található a fukushimai atomerőmű? Honshun található. Honshu, nagyszerű válasz, így van. 9-4 játszma labdája van Péternek a 2-0-hoz. Következő kérdés. Melyik dunántúli hegységünk legmagasabb pontja a Nagykopasz? A Visegrádi hegységé? Nem jó a válasz, Vilmos. Mecsek? Nem, ez a Budai hegység, ugye Budapesthez közeli nevezetes kirándulóhelyről van szó. Budai hegységben van. Marad a 9-4, újabb játszmalabda. Következő kérdés. Melyik az a német tartomány, amelyet keletről Lengyelország, délről Szászország határol? Brandenburg. Brandenburg, a válasz jó, legyen a 11 pont is. 14-2-0-ra vezet Lang Péter a párbajban. Ez is jó kis fordulatos meccs volt egyébként, hogy a 10-4 azt mutatja, mint hogyha nagy különbség lett volna a 10-re. Nagyon sokat pattogott ide-oda a labda, és nagy taktikázás volt a témakörökkel is, de Péternek végül is sikerült behúznia. Láttunk már olyat nem egyszer, hogy valaki 0-2-ről fordított játékot, de most már ugye nem lehet több játszmát átengedni. Vilmos, nem tűnik nekem olyan izgulósnak. Jól leplezem. Igen? Igen. Azért az ott belül ott hát a hangyák lepkék, vagy egyéb állatfaj. Mindenféle rovar már. Tele van? Igen. Igen. 2-0 tehát az állás Péter javára. Most jön egy kis szusszanás, talán mindenkinek jöjjön, utána meglátjuk, hogy hogy alakul ez a párba. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A fáradtság és a kimerültség vitaminhiány jele is lehet. Szedd a komplex összetételű Supradin drazsét, hogy megelőd vagy kezeld a vitaminhiányt. Supradin, lendülj át a fáradtságon. Keresse a 90 darabos Supradin drazsét 25% kedvezménnyel a Benogyógyszertárakban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét. Minden élmény fontos, ehhez pedig az éleslátás is elengedhetetlen. Mi az Opotértnél gondoskodunk arról, hogy mindenkinek legyen egy jó ajánlatunk. Vásároljon új szemüvegébe olvasó és távoli lencsét 25, vagy multifokális lencsét 50% kedvezménnyel. Részletek az üzletekben is a weboldalon. Opotért. A megújult Activia bemutatja. Lágy krémesség és incsiklandozó gyümölcsök találkozása 5 élő kultúra egyedi kombinációjával. 3 érvünk is van, hogy kipróbáld az Activiát és támogasd az emésztési egészségedet.
Activia krémes natúrjoghurt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ajánlásával. Az MBH időnyerő személyi kölcsönnel neked is adunk időt. Válaszd a halasztott törlesztést, és kezd a fizetést 3 hónap múlva. MBH Bank. A saját utunkat járjuk. Frosta aranyharrudak. Mi tudjuk, hogyan kell finoman elkészíteni. Zamatos halfilé, ropogós panír. És te mit kezdesz velük? Felfalom őket! Frosta. Egyszerűen finom. Ennyi főzés után, hogy lehet ilyen tiszta illat? Mi az új szanitollal takarítunk. Ahol rossz szag van, ott lehetnek baktériumok is. A tisztítószerek ezeket nem távolítják el, csak szétkenjük és annak szaga van. A szanitoll tisztít és elpusztítja a rossz szagokat okozó baktériumokat. És otthon sem kockáztatok. A szanitoll eltünteti a baktériumokat és a rossz szagokat. Hogy őrzöm meg bőröm természetes szépségét? Úgy, hogy a megújult Heliadé Botanic Concept krémmel indítom a napom. A tokai bor kivonatot hialuronsavat és centellát tartalmazó formula most még több növényi összetevővel erősíti és regenerálja a bőrt. A természetes hatóanyagoktól természetes, hogy újjászületik a bőröm. Heliadé Botanic Concept. A természet gyengéd érintése. A Metro 30 éve összeköt a minőséggel, a fejlődéssel és a jó ajánlatokkal. Ezért most a GFI étkezési rizs kilója bruttó 649 forint. A friss csont nélküli sertéslapocka kilója pedig bruttó 1279 forint. Keresd a 30 éves Metroban! Mi is felszállunk? Na de, ezt még be tudod vállalni? Na már. Szevasz, na megyünk futni? Na-na! Béres csepp extra, Magyarország első számú immunerősítője, generációk óta bevált. Része a napi rutinnak? Na-na. Keresse most a 4 üveges béres csepp extrát akciós áron a gyöngypatikákban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Önt is várják olasz stílusú finomságaink. Hétfőtől a 100 g-os prosciutto crudo 899, az 500 g-os mascarpone 1299, a 300 g-os cantuccini 799 forint. Lidl. Minden jót. Jó áron. Ho-ho, glamour napok, szuper! Add meg a kódot, és élvezd a 20-25 vagy 30% kedvezményt a megjelölt termékekre! Választ például az egyéni igényeid szerint beállítható, teljesen automata Philips Lattego kávégépet 25%-os kedvezménnyel! Glamour napok az Alzával! Alza.hu! Interherbital porok extra mennyiségű porcalkotó hatóanyaggal minden korosztály számára. Induljon a reggel a természet ihlette tihany friss szendvics krémekkel. Kóstold meg kenyérre kenve vagy mártogatva, hogy az ellenállhatatlan ízvilág és a légies könnyedség felidézze a balatoni pillanatok frissességét. Tihany friss natur, habosított szendvics krém 2 összetevőből, krémes sajt és egy csipet só. Minden etetés egy történetet mesél el. Lehet békés, nyűgös és az immunrendszert támogató is. 50 éves anyatejkutatási tapasztalatunkra támaszkodva tápszereinket és junioritalainkat úgy alkottuk meg, hogy mindig kövessék gyermeket fejlődési igényeit, és folyamatosan támogassák immunrendszerét. Milumil. Minden torokfájás más, ezért másképpen is kell kezelni. A gyulladt toroknak a gyulladás csökkentő Strepferre van szüksége. Az első tüneteknél pedig a Strepsils már 5 perc alatt enyhíti a fájdalmat. Ismerje fel a torokfájását, Strepfen vagy Strepsils. Keresse az akciós Strepsils és Strepfen termékeket a kulcspatikákban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Együtt a fájdalommal. Van megoldás. A személyre szabott PRP kezelés megoldás lehet a kopott porc felület újraépülésére. Hogy segítség nélkül is könnyedén menjen. Orvos intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. Nyerj egy Cabrio BMW-t! A Tuning és Retro Fesztivál belépőjegyeddel! Október 12-én és 13-án oldtimerek, tuningverdák, szupersportautó, gőzmozdonyok, színpadi és családi programok! Tuning és Retro Fesztivál a Magyar Vasút Történeti Parkban! Hogy se...
Segítség nélkül is könnyedén menjen. Orvos intézet. Ön is géniusz? Tegye próbára tudását és válaszoljon helyesen az alábbi kérdésünkre. Melyik Budapest környéki település ismert savanyú káposztájáról? Géniusz 1. Dunakeszi. Géniusz 2. Vecsés. Nyereményünk egy 40 000 forint értékű ajándékkártya az Orvosintézet jóvoltából. Orvosintézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. Nyereményünk még egy Géniusz 2 kvízkönyv a 21. század kiadó felajánlásával, amelynek segítségével otthon családi körben is átélheti a játék izgalmát és örömét. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. Újra itt vagyunk, 2-0-ra vezet Péter, de vajon sikerül-e Vilmosnak fordítani? Na Vilmos, most egy ugye új játékfajta következik, méghozzá egy gyors játék, a gomnyomós játék, amiben Péter komoly erényeket mutatott. Nem szabad itt lacafacázni, mert 10 másodperceken múlnak a dolgok, de ugyebár túl korán sem szabad nyomni, hiszen azzal valaki kizárja magát annak a kérdésnek a megválaszolásából. Jó, témakörök természetesen ezúttal is vegyesen érkeznek, mínusz pontot is lehet csinálni, akár nullából is, és ebben a játékban ugyebár 2-vel kell nyerni. Következik a harmadik játszma. Első kérdés. Melyik korábbi elnök felesége indult 2016-ban az Egyesült Államok elnöki posztjáért? Péter. Bill Clinton felesége, Hillary Clinton. Helyes a válasz. Így van, 1-0. Következő kérdés. Melyik országból származik Arlecchino karneváli figurája? Péter. Olaszországból. Olaszország. Következő kérdés. Melyik Nobel-díjas kolumbiai író regénye az Azért élek, hogy elmeséljem az életemet? Péter. Gabriel García Márquez. Helyes, így van, egy ilyen önéletrajzi alkotás. 3-0. Következő kérdés. Ki a Kartágó és a saját magáról elnevezett bluesband énekese? Vilmos. Hobó, Földes László. Nem jó a válasz. Takács Tamásról van szó. Péter, mit mondott volna? Takács Tamás mondtam volna. Hobó nem. Te a Hobó bluesbandben énekelt, lehet, hogy ez okozott zavart. -1. Következő kérdés. Melyik országban vetett véget a diktatúra évtizedeinek Corazon Aquino választási győzelme 1986-ban? Fülöp-szigeteken. Fülöp-szigeteken, helyes. Hát aztán azóta az akkori diktátor fia, most már a diktátor. Következő kérdés. Melyik portugál futballklub élén lett bajnokok ligája és UEFA kupa győztes José Mourinho? Péter. Benfica. Nem jó a válasz. Ez az FC Porto. A spanyolok nem foglalkoznak a portugálokkal? Hát egy picit, de nem annyira, inkább nem, magukkal. Nem annyira. Hát igen, nagyobbak, meg van nekik saját fociuk. Le kellett vonjak egy pontot Pétertől, 3-1. Következő kérdés. Melyik bogárfaj jelzője a hétpettyes? Péter? Katica bogár. Katica bogár, így van. Ez egy jó kis gyorsasági könnyű kérdés volt. Következő. Melyik az a filmvászonról ismert japán szörnyalak, amely 2004-ben csillagot kapott Hollywoodban? Péter? Godzilla vagy Gojira az eredeti japán nevén. Köszönöm a japán, a magyarországi japán kisebbség nevében ezt a... Mi Gojira? Gojira, azt hiszem. Hát ugye az LR betűvel nekik problémáik vannak. Ja, de igen a szláv kisebbséget meghagyom önnek, Gundel úr, és akkor én vállalom az egyszerűbbeket. Gojira. Jó. Godzilla. Helyes. 5-1. Következő kérdés. Melyik csapat nyerte 2024-ben a Super Bowl-t? Péter. Kansas City Chiefs. Helyes a válasz, ugye megvédték a címüket. 6-1, játszma labdája, sőt mérkőzés labdája van Lang Péternek. Mi a görög eredetű neve a légzés időnkénti leállásával, majd újraindulásával járó alvászavarnak? Vilmos? Apnea. Apnea vagy apnoé, mind a kettő elfogadható. 6-0. Következő kérdés. Melyik főváros látványos nevezetessége az osztankínói tévétorony és a gumáruház? Péter? Ezek Moszkva nevezetességei. Moszkva nevezetességei, így van. Hát ő most megkezdte a felzárkodást, nem tudta befejezni. Végülis 7-0-ra nyeri Péter a játszmát, és ezzel 3-0 arányban megnyeri a párbajt is.
Nehéz eldönteni, hogy mi a jobb, frissen, kipihenten, még új fejjel jönni a játékba, vagy úgy, hogy valaki már azért benne van, már ismeri, már tudja a tempóját, stb. Nem tudom, hogy Vilmos mit gondol. Én sem tudom, majd még jövök legközelebb is, akkor majd. Igen, általában ez szokott lenni, hogy mikor lehet jönni legközelebb, igen. Mert akkor már egy kicsit jobban fel van vértezve az ember a játékkal, meg a helyzettel. De azért jól éreztem rá, hogy most már, hogy elhangzott igazából ez a fontos. Uh-huh. Na jó, van, örülök. Akkor üdvözöljük a spanyolokat. Átadom. Jó? És aztán, ha megint lesz játék, valamikor, valamilyen, akkor legyen úgy, hogy találkozunk újra. Köszönöm szépen a játékot, de természetesen jár egy Génius 2 kvíz könyv, remélem, hogy izgalmas olvasnak. Köszönöm szépen a játékot, viszontlátásra! Péter, gratulálok! Köszönöm. Nem azt mondom, hogy nem kell megküzdeni, de végül is sikerült most két egymás után 3-0-ás párbajt abszolválni. Ha jól megy ez a gyorsasági játék, játszott Péter valami olyat, ahol így gyorsan kellett játszani, vagy gombot kellett nyomni? Nem sokszor, de egyszer-kétszer próbáltam már, és úgy tűnik, hogy ez most megy, aztán... És van valami technika? Voltak olyanok, akik így már rákérnek, meg hát, kéz, meg hogy melyik ujjal, meg ha, hogy... Ha van is, azt most biztos nem árulom el a többi riválisom számára. Bravasz, hát nem véletlenül tart itt, persze. Na, hát akkor könyveljünk, jó, ez volt a harmadik győzelem, és tovább növekedett a garantált nyeremény, ez most már egészen biztosan nem lett kevesebb, mint 1.500.000 forint. De hát akkor folytatódik a játék, Péter készen áll? Készen állok. Akkor érkezik a következő ellenfél. Németh István Emánuel, Szigetszent Miklósról érkezett, 60 éves, ügyvívő szakértőként dolgozik, és igazi kvíz nagyágyú. A Legyen Ön is milliómosban 2019-ben 10 millió forintot nyert. Jó esélyekkel indul a Géniuszban is, hiszen tudását azóta is fejleszti, kvíz klubokban is. Fotografikus memóriája van, és hamarosan kiderül, mi mindenre emlékszik. Németh István Emánuel. István az a játékos, aki ugye akár a Génius első évadában is játszhatott volna, hiszen akkor olyan játékosokat hívtuk, akik korábban más vetélkedőkben már nagyon sok pénzt nyertek, és ennek a kritériumnak István is megfelel. Hol játszott és mennyit nyert? Igen, Gundel Takács Gábor vezetésében részt vettem a Legyen Ön is milliómosban, és sikerült elvergődnöm a 10 milliós kérdésig, amit ott hagytam abba aztán. Emlékeim szerint nem a vergődés szó a legjobb, igen, mert nagyszerűen játszott. Ugye most nagyon sok olyan játékosunk van ebben az évben, aki most játszik először, mint például Péter is először szerepel kvízműsorban, de mint látható, a tudás azért megvan hozzá. István azonban rutinos játékos, bár ugye a milliómosban ott azért sok idő volt gondolkodni, beszélgetni, itt meg a gyors tudás az, ami... Igen, hát gyakorlatilag ez pont az ellenkezője. Se négy lehetséges válasz nincs, se idő nincs. Igen, hát ez egy másik fajta megméretetés. István magyar történelem szakos tanár? Vagy tanári végzettségem van, mondjuk így, most már nem ezen a pályán dolgozom. Hanem? Pályázatokkal foglalkozom, pályázati ügyvívő vagyok, most jelen pillanatban a Műszaki Egyetemen. És ezt magyar nyelven? Magyar nyelven is, illetve hát nagyon sok nemzetközi pályázatunk is van. Nemzetközi pályázatunk. Azért kérdezem, mert hogy hát azt adjál, hogy beszél angolul, meg oroszul, meg németül, de még beszél egyéb nyelveken is. Hát ez erős túlzás, hogy beszélek. Tanultam részben egyéni indítatásból, részben kötelezően, mint mondjuk a latint, ugye a magyar és a történelem szakom miatt. Ugyancsak a fint is azért tanultam, mert a magyar szakon kötelező egy finnugor nyelvet tanulni, vagy legalábbis amikor én csináltam, akkor még kötelező volt. És a héber? A héber az egyéni érdeklődés kategóriába esik. Érdekelt az ókori kultúrák közül a héber kultúra, és gondoltam, hogy így is egy kicsit közelebb tudok hozzá kerülni. Nem számolatok be egyébként túl nagy sikerről a héber tanulás terén. Jó, ha magyarul vezetem a műsort? Megfelel. Mindenképp szeretném kérni, mert... Igen, talán az, hogy az egyetlen esélyem, ha nem magyarul menne. Jó, na, hát akkor ezt megígérhetem. Hát én is kiválóan nem beszélek héberül, de magyarul még valahogy elvergődöm. Ez egy közös pont akkor. Valahogy elvergődöm, így van. Na, hát akkor kérem szépen, hogy a Péter ott tart, hogy most már három párbajon túl van, és talán meg szeretne szintén elindulni ezen az úton, úgyhogy érkezik majd egy kiváló párbaj meggyőződésem szerint. De előtte nézzük meg, hogy az első játszmában mik lesznek a témáink a 10 lehetséges választásból.
zene, sport, illetőleg életmód, és kezdünk azzal, hogy zene. Minek utána ugye Péter van játékban, ezért az első játszmában Péter fog kezdeni. Isten, készen áll? Állok. Áll, aztán készen, az majd kiderül, azt megmérjük. Következik Lang Péter negyedik párbaja. Péter, melyik az a spanyol népi hangszer, amit a flamenco táncosok a kezükre erősítenek tánc közben? Ez a kasztanyetta. Kasztanyetta, ugye? Az ujjukra teszik, és akkor ott ritmust adnak vele. Nagyszerű. Következő kérdés. Mivel kíván boldog névnapot híres dalában Szécsi Pál? Harangvi, egy szál harangvirággal. Nagyszerű. Ez honnan? Hát ez az a baj, hogy rossz helyen kezdtem el dudolni a dalt, és... Hol? A kívánok még, és ja, akkor ja, onnantól igen. Vissza kellett menni a harangvirág. Igen, úgyhogy... igen, csodálatos volt. Igen, egy szál harangvirág. Nagyszerű. Következő kérdés. Melyik popzenei ikonnak jelent meg albuma True Blue, Erotica és Madame X címmel is? Madonna. Madonna, Madonna, helyes, így van. True Blue, Erotica, Madame X, Madame X, igen, Madonna. Következő kérdés. Milyen művésznevet használ Schwarz Ádám rapper? Fasz, ezt nem fog eszembe jutni. István? Betonhofi. Betonhofi, így van. Tudta, vagy mondott egy rappert aztán? Inkább az utóbbi. Inkább az utóbbi, de a Betonhofi jó volt, így van. 3-0-nál István rabolt, mi legyen a témakör, Péter? Életmódot próbáljuk meg. Oh. Életmód. István, milyen néven ismerjük még a fonott jeruzsálemi kalácsot? Alhesz. Én ezt nem így tudom, Péter? Passz, én is valami ilyesmit mondtam volna. Én babkának hívnám. Meg tudunk ebbe egyezni, mert ez, amit mondott, erről fogalmam sincs, hogy ez micsoda. Megegyeztetünk benne, hogy ön így hívja. Tehát... Hát de hogyha... Nem azért, hanem mert amit mondott, arról nekem fogalmam sincs, tehát még lehet, hogy ők így hívják tényleg, csak mi hívjuk. Nem, ez két külön dolog. Két külön dolog? Ez két külön dolog sajnos. A Barres az, ha jól tudom, egy valami mákkal hintett, szintén kalácsszerűséggel tiszta. Mindent elhiszek. A babka az pedig töltött édes töltelékkel, csokival leginkább, vagy kakaóval. Jó. Barres ügyi kongresszuson én nem vettem részt. Tehát ez itt az ideje. Itt az ideje. Bármit mond, el kell, hogy fogadjam. Jó. István jön továbbra is. Melyik vallásos ifjúsági mozgalom megalapítója volt Lord Baden-Powell? Ez a cserkész mozgalom, tudtam. Cserkész mozgalom, nagyszerű, 1908-ban alakult meg. 3-1, megvan is. A becsület gól. Hát a becsület gól, az már biztos megvan, de vajon még mennyi lesz? Ez a kérdés, ezt kérdezi Péter is. De most a István válaszolhat továbbra is. Íme. Hogy hívták azt a belga hercegnőt, aki egy főtt tojással töltött vagdalt húsos ételnek adta nevét? Stefánia. Stefánia, helyes, így van. Stefániában fontos ugye a tojás. 3-2, következő kérdés. Melyik olasz városban rendezték a 2015-ös világkiállítást, amelyen a magyar pavilon a Sámán dob volt? Milánó. Milánóban volt, nagyszerű, így van. Karcagon felállították újra ezt a Sámán dobot. 3-3, következő kérdés. Milyen ételfajtái a Monterey Jack, a Jarlsberg és a Colby? Bélszín. Nem jó, Péter. Ezek sajtok. Sajtok. Mind a hármat tudta, vagy melyiket tudta Péter? Kettőt kóstoltam már belőle. Melyiket? Is. A Monterey Jacket és a Jarlsberget. Jarlsberget, igen. És a Colby az egy amerikai sajt, egy ilyen cheddar. Colby Swiss cheddarnak hívják teljes nevén. Így van. Péter visszarabolt, viszont István mondhatja meg, hogy mi legyen a témakör. Legyen sport, az még nem volt. Az még nem volt. Péter. Melyik nagymúltú fővárosi labdarúgó csapat vezető edzője lett 2024. februárjában Mésző Géza? Újpesté. Újpest, helyes, Újpest FC. 4-3, következő kérdés. Melyik sportág világbajnoka a 2023-as év női sportolójává választott Érdi Mária? Vitorlázó, ha jól rémlik. Vitorlázó, helyes, így van, sőt az év sportolója is. Nagyon nagy történet volt, hogy ő azt meg tudta nyerni, igen, ugye? Hát így van. 5-3, következő kérdés. Ki az a ma is aktív játékos, aki a legtöbb hárompontos kosarat dobta az NBA történetében? Steph Curry, ha ma is aktív.
Steph Curry helyesíti a Golden State Warriors, így van. Megdöntött a korábbi csúcsot, amit 1300 mérkőzés alatt dobigált a szóval jelenlegi, de neki csak 789 meccs kellett hozzá. Hát ugye a többiek mit csináltak, azt nem tudom, de kicsit, ő egyedül megoldta. Kicsit változik azért a játékstílus, tehát ugye valamikor nem is volt három pontos, tehát nem biztos, hogy ez egy fair összehasonlítás. Hát én kérek elnézést. Én kérek elnézést. 6-3. Következő kérdés. Hogyan hívjuk a forma gyakorlatot a karate sportágban? Kata. Kata, helyes. Így ez egy képzelt harc, képzelt küzdelem. 7-3. Következő kérdés. Melyik sport szakkifejezése a töcs? Ez a röplabdában van. Nem jó a válasz, István. Vitorlázás. Vitorlázásban? Ne, ez a pingpongban van. A töcs az, amikor valaki beleüt a labdába, annélkül, hogy lepattanna. Ugye, és nem egyértelműen az asztal mögött van, és akkor töcs. Bemondják a töccset. Igen. Szabálytalan labda érintés tulajdonképpen. Nem sikerült rabolni, pedig kéne, mert azért a sportban jó a Péter, úgy látom. Következő kérdés. Melyik sportág amerikai klubcsapatai a Los Angeles Galaxy, a Chicago Fire és az Inter Miami? Ők labdarúgó klubok. Labdarúgó, igen. A gurulós foci. Igen, tehát igen. Labdarúgás jó, a futball az necces, így van. 8-3. Következő kérdés. Az Antarktika mellett melyik az egyetlen kontinens, ahol még nem rendeztek olimpiai játékokat? Afrikában még nem került. Afrikában még nem, így van. Ha minden jól megy, lesz ifjúsági olimpia Szenegálban, de hagyományos olimpiát még nem rendeztek. Télit meg pláne. 9-3 játszma labdája van Péternek az első játszmában. Következő kérdés. Melyik futballnemzet csapatát győzte le 7-1-re Németország a 2014-es labdarúgó világbajnokságon? Brazíliát, ők ezt a mai napig és még nagyon sok ideig nem fogják elfelejteni. Soha nem fogják kihelelni. Ebben a játszmában Péter így győzedelmeskedett 10-3-ra, és 1-0-ra vezet a párbajban. De nehéz ugye ez a témaválasztás az ellenfélnek. Nem tudom, hát van-e ilyen ellenfélnek? Igen. Hát ugye kétféle változat van, nem tudom, hogy István melyiket követ. Ugye van, aki olyan témakört választ, amit maga is tud, hogy tudjon rabolni, vagy olyat választ, amit nem biztos, hogy tud, de azt gondolja, hogy a másik se fogja tudni. Nem tudom, hogy a sport mellett mi szólt. Azon kívül, hogy még nem volt. Az. Ez az egy szólt mellett. Jó. És egyébként tudta volna ezeket a válaszokat? Tehát tudott volna rabolni, hogyha Péternek valamelyik nem megy? De ez amúgy is egy extrém feltételezés, tehát. Mármint, hogy nem tudja? Igen. Ja. Altat, persze, ravasz, jól van. Péter ebben a párbajban is előnyre tett szert, jön egy kis szünet, aztán meglátjuk, hogy István visszavág-e. Tartsanak velünk továbbra is. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hogy segítség nélkül is könnyedén menjen. Ormos Intézet. Ugyanabban az évben tűnt fel, mint minden idők legnagyobb futballistája, Pelé. De ő még mindig velünk van. Magyarország népszerű énekese, aki generációkat röpít a magasba ikonikus dalával, a Reptérrel. Gondolom már kitalálták, kicsoda ő. Korda György. Az énekes legenda és nélkülözhetetlen társa Balázs Klári elképesztő és szórakoztató történetei most egy vadonatúj könyvben. A Korda kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a spiritkönyvek.hu oldalon. Ne éljen együtt a kopott ízületek okozta fájdalommal. A személyre szabott PRP kezelés lehet egy jó megoldás. Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. 295-5963. Géniusz, tegye próbára tudását és válaszoljon helyesen az alábbi kérdésünkre. Melyik Budapest környéki település ismert savanyú káposztájáról? Géniusz 1. Dunakeszi. Géniusz 2. Vecsés. Nyereményünk egy 40.000 forint értékű ajándékkártya az Ormos Intézet jóvoltából. Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. Nyereményünk még egy Géniusz 2 kvízkönyv a 21. század kiadó felajánlásával, amelynek segítségével otthonában családi körben is átélheti a játék izgalmát és örömét.
azt hiszik, hogy már kifogytunk a kérdésekből, akkor tévednek. Megtudod, hogy a 15 éves fiad véletlenül megtalálod nemrég elhunyt. Te kezedben van a döntés, hogy az az ember, aki téged gyerekkorodban bántott, az kapjon-e állást. A kérdések mellett azonban a vendégeink is újak, és persze megosztóak. Én rajongtam az apámért, az apámmal imádtuk egymást. Feladta, és egy reggel nem ébredt föl. Olyat kaptam, hogy a mentő vitt el. Viszont az állandóságot ebben a műsorban csak egy valaki képviselheti. Édesanyádon is te közölted azt, hogy már nagyon nagy a baj? Egyszer lesz egy ilyen helyzet, amikor vadidegen fiúkat fogsz látni a lányod közelébe. A Nagy Dilemma, Kadarkai Endrével. Szerda este 21:30-től, csak az ATV műsorán. A csábító utazási lehetőségek mellett, ha az európai veszélyhelyzetekre is kíváncsi, vagy ha nem akar tehetetlenül sodródni az éppen aktuális gazdasági és divat trendekkel, akkor ön megtalálta a személyre szabott objektív hírforrást. Ez pedig a Deutsche Welle német közszolgálati csatorna magazin műsora, az Európeo. Méghozzá magyar nyelven, magyarán Adikóval. Mindez csütörtökön 22 óra 35 perctől az ATV-n, valamint szombaton délután 3:30-től az ATV Spiriten is. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. Itt vagyunk újra a Génius stúdiójában, Péter vezet tehát 1-0-ra István ellen, de most István kezd majd, hiszen István a hátrányban. De előtte megnézzük a lehetséges témaköröket, amit mint látjuk a taktikázásnak nagyon fontos része. Nyelv és irodalom, film és tévé, valamint élővilág, és ezek közül avval kezdünk, hogy nyelv és irodalom. Istvánnak szólnak majd a kérdések, következik a második játszma. István, melyik költőnk állította egyik versében, hogy szülőhelye nem szülte őt szalomba? Arany János. Arany János. És jól sejtem erre az a rím, hogy szalonta. Szülőhelyem szalonta, nem szült engem szalomba. Igen, egészen. Vacsorára lesz szalonka. Azért vágyom naponta, kunyhóba és vadonba. Ez valószínűleg jobb, igen. Ez a hivatalos folytatás. 1-0, következő kérdés István. Milyen postakocsi szerepel Krúdi Gyula egyik regénye címében? Vörös színű. Vörös postakocsi, kiváló. Következő kérdés. Melyik olasz komédia író hősnője a firenzei fogadó tulajdonos Mirandolina? Goldoni? Goldoni, ez nem kérdés, ez egy jó válasz, Carlo Goldoni, kiváló. Újabb kérdés. Hogy hívják a Dzsungel könyvében szereplő bengáli tigrist? Szirkán. Szirkán, helyes, így van, Szirkán vagy Sirkán. Következő kérdés. Hogy nevezzük idegen szóval a kalandok lazán összefűzött történeteit elbeszélő regényt? Pikareszk? Így van, pikareszk, igen. Hát ilyen kis képecskék tulajdonképpen, olyan kis, mint egy tabló. 5-0. Következő kérdés. Odli Géza melyik 1959-es regénye mutatja be a hajnali háztetők szereplőinek tanuló éveit? Iskola határon. Nagyszerű. Ez is jó bonyolultan volt megfogalmazva. Hát igen, ugye csak az iskola határon azt nagyon-nagyon sokan ismerik. A hajnali háztetőkkel való összefüggés talán már nem annyira egyértelmű. Nem tudom kinek melyik. Talán, hogyha azt mondjuk valaki, hogy Otli Géza, akkor legelőször az iskola határon ugrik. Így van. 6-0. Következő kérdés. Milyen márkájú volt a Rejtő Jenő regényében szereplő 14 karátos autó? Rolls-Royce. Nem jó a válasz, Péter. Aston Martin. Nem, ez egy Alfa Romeo. Igen, igen. Az autó kétharmad részben 14 karátos aranyból készült, és kék színű volt. Egy kék színű 14 karátos Alfa Romeo. Hát ez egy ilyen rejtői autódizájn. Marad a 6-0, és továbbra is Istvántól kérdezek. John Gray könyve szerint melyik bolygóról jöttek a férfiak? Marsról. Marsról. És a nők honnan jöttek? Vénuszról. Hát persze, hát nekem a nők jöjjenek a Vénuszról, nem? Hát így van. 7-0, következő kérdés. Milyen számok szerepelnek Bödöcs Tibor 2023-ban megjelent könyvének címében? Hú,
Ez a Prímszámok hóesésben. Prímszámok hóesésben a könyv címe, Péter már az egész címet mondta. Fölsorolni nem szeretném őket, mert elég sok van belőlük. Prímszámok hóesésben, ja, igen, köszönöm. Én ott leragadtam, hogy meg sem kínáltak. Hát igen, de abban nincsen szám, ugye? Igen, igen, ez már a negyedik. Baj. Ez volt a baj. Ja, értem, ez a negyedik könyve volt már, Prímszámok hóesésben. 7-0-nál Péter megállította a menetelést, viszont István választ témakör. Film és tévé. Film és tévé. Péter. Mi Darth Vader eredeti keresztneve a Csillagok háborújában? Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Helyes. Hát sokáig nem tudjuk ki ez a Darth Vader, csak ott a, mondja, a szuszog abba a fekete cuccba, de aztán kiderül, kiderül. 7-1. Következő kérdés. Melyik legendás akciósztár filmjei a Sárkány útja és a Sárkány közbelép? Bruce Lee filmjei. Bruce Lee. Helyes. Így van. 7-2. Újabb kérdés. A Süsi a sárkány kalandjai című bárfilm sorozat melyik szereplőjét könnyű megtalálni dala szerint? Torzon Borz. Nem. István? A Jó királyfit. Helyes, így van. Igen, a királyfi vagy Jó királyfi, mert a dalban ugye én vagyok a Jó királyfi, könnyű engem megtalál. Karom erős, szívem vidám. Igen. Nem is volt, lesz volt így több királyfitán. Hát egy nagy tapsot szeretnék kérni. István rabolt. Péter, mi legyen a témakör? Jó kérdés. Megpróbáljuk a filmet és tévét. Visszafele is. A filmet és tévét. Film és tévé. István. Melyik világhírű popstár játszott a Bates Motel Pszicho a kezdetektől című tévésorozatban? Prince. Nem jó, Péter? Madonna. Rihanna. Rihanna. Jó? Aradunk. Rihanna. Továbbra is 7-2. István. Kialakította a francia csendőrfilmek Csetlő Botló főszereplőjét, Lütyő felügyelő. Louis de Funès. Louis de Funès. Ugye itt Funèsnek kell mondani, mert a származása miatt a nemzetiségem. Funèses kérdés volt. És Funès. 8-2. István. Ki az egyetlen színész, aki háromszor nyerte el a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat? Jack Nicholson. Nem jó a válasz. Szerintem Daniel Day-Lewisnak sikerült. Az viszont jó, hogy a Jack Nicholson nyert kettőt, és egy harmadikat mellékszereplőként, aha, ezért volt fontos a kérdésben a főszereplő. Tehát valóban hármat nyert a Nicholson, de nem volt igaz erre az állítása. Ezzel szemben Daniel Day-Lewis valóban három férfi főszerepért kapott Oscar-díjat. Péter rabolt, témakör, mi legyen István? Élővilág se volt még. Élővilág se. Ez az se volt még, vagy nem volt még, ez nem, az előbb nem vált, de hát most beválik. Megnézzük, hogy Péter milyen élővilágból. Péter, melyik nagymacska a Liger apja, ha az anyja tigris? Oroszlán. Lion és a Tiger szónak a összevetéséből. Igen, 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 mert ha fordítva van, akkor meg Tigonnak hívják. Igen, tehát ilyen szempontból nem mindegy, igen, hogy hogy keverik. 8-3, következő kérdés. Melyik a labor leletekről is jól ismert vegyület okozza legtöbbször az epekő kialakulását? Passz. Nem tudom. István? Bilirubin. Koleszterin. Oh. Koleszterin okozza. 8-3, továbbra is Péter jön. Mivel szaporodik a sisakos baziliszkusz? Eleven szülő. Nem jó a válasz, Isten? Tojással. Tojással, persze. Kizárásos alap. Igen, de a hüllők közé tartozik. Hüllők közé tartozik. Ez az az állatka, amelyik tud a vízen szaladni. Mert olyan gyorsan csinálja, hogy egyszerűen nem. Meg, tehát ott a fizikája a dolognak, minden lényeg az, hogy... Felületi feszültség, tud, ha jól sejtem. Ezt kerestem, igen, a felületi feszültséget, igen. 8-3-nál mi legyen a témakör István számára, Péter? Legyen film és tévé megint. Film és tévé. Melyik 1989-es amerikai vígjátékban gyanúsítanak meg gyilkossággal egy siket és egy vak ember? A magyar címe Vaklárma volt. Az nekem elég, a Vaklárma. Helyes, így van. 9-3-nál játszma labdája van az egyenlítéshez Istvánnak. Még egy pont kell. Következő kérdés. Melyik televíziós műsorvezető rendezte a Pánik és a Tiszta szívvel című mozifilmeket? Till Attila. Till Attila, nagyszerű filmje. Érdekes, megvan a 10. pont is. Ezt kell játszmát István nyerte 10-3-ra, és a párbaj állása
1-1. Na, hát szép, izgalmas, és nagyon jó nézni, ahogy egyrészt sok mindent tudnak, másrészt, ahogy itt megy a taktikázás a témakörökkel, ez fantasztikusan jó. Hogy hogyan alakul a folytatás, azonban majd csak a legközelebbi géniuszban derül ki, hiszen a mára rendelt játékidőnk már elfogyott, de Istvánra és Péterre is természetesen számítunk, arról nem is beszélve, hogy önöket is elvárjuk természetesen a képernyők elé. Úgyhogy mára búcsúzunk, találkozzunk legközelebb, viszontlátásra! Németh István Emánuel szintén igazi kvíznagyágyú, így a továbbiakban is szoros meccsre számíthatunk. Vajon Lang Péter húzza be a negyedik párbaj győzelmét is, vagy István megállítja a menetelését? A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. A műsor támogatója a Ginapron Kft., a Manzetti esküvői öltönyök gyártója. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lendülj bele az őszbe! Légy még sokszínűbb, okosabb, vagy lazább. Vásárold meg új szemüveged lencse kedvezménnyel. Olvasó és távoli lencse 22.600 helyett 11.300, multifokális lencse 80.200 helyett 39.900 forint per pár. Részletek az üzletekben. Vision Express. Ne hagyd, hogy a fájdalom már megint a legrosszabb pillanatban üssön be. Próbáld ki az új Diklaklongot, mely hosszantartó hatásával akár 12 órán keresztül enyhítheti az ízületi és izomfájdalmakat, hogy gyorsabban visszatérhess a kihagyhatatlan helyzetekbe. Diklaklong, a felszabadult mozgásért. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Önt is várják olasz stílusú finomságaink. Hétfőtől a 100 g-os prosciutto crudo 899, az 500 g-os mascarpone 1299, a 300 g-os cantuccini 799 forint. Lidl. Minden jót, jó áron. A megújult Activia bemutatja. Lágy krémesség és incsiklandozó gyümölcsök találkozása 5 élő kultúra egyedi kombinációjával. Három érvünk is van, hogy kipróbáld az Activiát és támogasd az emésztési egészségedet. Activia krémes natúrjoghurt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ajánlásával. Gondoltad volna, hogy már 20 éve tart a közös történetünk? Az évek alatt egyre jobban részei lettünk egymás napjainak. Még a nehéz pillanatok is csak közelebb hoztak minket. Együtt építettük fel az egész életünket. És ma sem tennénk másképp. Csodás, hogy most is együtt ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy 20 éve közös a történetünk. Lidl, 20 éve együtt, minden nap. It should cost a billion to look that good. Take it all off, or just a little, if you like, it's pure. It should cost a billion to look this good.